Tehát mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. A sláger téma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a megértése, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, nem liberális demokráciák, talán még demokráciák sem. Kína, India, Oroszország, Törökország. Azt üzenjük innen egyfajta új nyugat nemzedékként a fiatalabbaknak. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Nem lehet ember és ember között különbséget tenni származásuk, bőrszínük, kultúrájuk és vallásuk alapján, mert ez ellenkezik minden civilizált országban követett írott és iratlan jogelvvel és erkölcsi szabályon. Iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Patetikus magyarkodásban, hazafias frázisokban és a környező országokkal szembeni kultúrfölény hangoztatásában merül ki. Ez a mi életünk, ez nem a kormány biznisze. Sopron a leghűségesebb város, amelytől nem messze történt a rendszerváltás egyik emblematikus eseménye. Németh Miklós és kormánya 1989. május 2-án hihetetlen dolgot tett. Rést vágott a vasfüggönybe. Sopron az a település, ahol az ellenzéknek nem osztottak lapot. Bár innen valódi oligarchák nem nőttek ki, egy cég azért mégis kiemelkedik a többi közül. A körzetet viszont nem ez a cég, sokkal inkább egy ember uralja. Már nagyon régóta. Az új modell gazdaságilag racionálisabb, szakmailag biztonságosabb és etikailag is érzékenyebb az előzőnél. A választókerület talán legnagyobb kérdése az, hogy a Fidesz hosszú ideje tartó dominanciáját mennyire gyengítheti meg a térség egyik legnagyobb beruházása körül kialakult botrány. A tulajdonosok tudta nélkül bontották az utolsó cölöpházakat a Fertőtavon. Ezek állami területen lévő bérlemények. Az idő eljárt fölöttük. Senki nem egyeztet, nem ült egy tárgyalóasztalhoz. Még csak véletlenül sem akartak bennünket időben informálni. Kimutathatóan legalább egy jogszabálynak, de szerintem 3 jogszabálynak nem megfelelő beruházás. Ez szerintem felháborító. Karavancia volt Sopron római neve, amint ezt a kőbevésett emlék is tanúsítja. Sopron az alvóváros, Győr-Moson Sopron megye 4. számú választókörzetének központja. A közeli Ausztria miatt rengeteg az ingázó. Jelzés értékű, próbáltam egy-két bevándorlótól kérdezni, hogy érzi magát Bécsben, de senki nem tudott válaszolni, mert senki nem beszélt németül. A város rendszerváltás utáni első polgármestere Hirschler Rezső vállalkozó volt, aki egyben üvegműves is. Csodálatos időszak volt ez, hogy mindenki szabadnak érezte magát, és fellélegzett a kommunista, akkoriban ugye a pártállami nyomás alól. Azt lehet mondani, hogy olyan érzésünk volt, mint az osztrákoknak, ugye, hogy szabadok lehetünk. A város másik emblematikus figurája a múltból Walter Tezső. A leköszönő dr. Gimesi Szabolcs jelképesen átadta Sopron város kulcsát a megválasztott polgármesternek, Walter Dezsőnek. Az egyik legfontosabb helyi fideszes politikus pedig Firtül Mátyás, aki 2005-től kezdve egészen 2018-ig volt a körzet országgyűlési képviselője. Sopront és környékét képviselni a magyar parlamentben nagy megtiszteltetés. Helyén Barca Attila indult és nyert. Én itt élek a térségben, itt születtem, itt vagyok minden nap. Nem is akárhogy, hiszen még a kétfarkúak csirkéjét is legyőzte. A Fidesz nem csak képviselőt, hanem polgármestert is váltott 2019-re. A szintén ciklusok óta regnáló Fodor Tamás cserélték Farkas Cipriánra, aki jelentős előnnyel nyert. Sopron fejlődése a soproni emberek közös munkája és a soproni emberek közös büszkesége.
A város talán leghíresebb szülötte Szájer József. Jó napot kívánok, tiszteltem. Szájer József vagyok, az országgyűlési képviselő. Tetszik, amit az elmúlt időszakban csinált a kormány. Igen. Aki 1990-ben a választások egyik legnagyobb meglepetését okozta. Közelről tudtuk már jó előre, hogy itt azért érdekes eredmény is születhet, de hogy ennyire érdekes eredmény lesz, ez egy meglepetés volt számunkra is. Nem sok helyen történt meg a rendszerváltás pillanatában az, hogy a rendszerváltásnak a legnagyobb politikai sztárját egy ismeretlen fiatal gyerek megveri. Az én pártom akkor abba bízott, hogy a pozsgai akkori népszerűségét ki tudja használni, és a legnépszerűbb volt állampárti politikusként jó eséllyel le tudja győzni Szájer Józsefet. Aztán nem így sikerült, na ebből indult Szájer Józsefnek a Soproni legendája. Szájer az akkor még kétfordulós választáson már az elsőben megverte Pozsgai Imrét, aki ezután visszalépett. Sopronban kikap a képviselő választásokon, majd kilép a pártból. Mindig zavarba jövök, amikor magamról kell beszélnem, a helyzetről szívesebben szólok. Szájer azonban ezután 1994-ben már nem tudott újra nyerni. 94-től Szájer tulajdonképpen megint hosszú időre eltűnt a város közéletéből, egészen addig, amíg 98-ból újból egyéni mandátumot nem tudott szerezni. És nem is volt annyira aztán intenzíven jelen a városban, inkább aztán az országos politikával foglalkozott. Végül 2004-ben az Európai Parlamentbe ment képviselőnek. Köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Még Sztálin is több időt adott a koncepciós perekben az elítélteknek, amikor a saját utolsó szójogán védekezhettek, mint önök ebben a statáriális eljárásban. Mandátumáról tavaly mondott le. Péntek éjjel Brüsszelben rendőrök fogták el, miközben egy meleg szexorgiáról menekült a kijárási korlátozások idején. A brit, francia, német és belga lapok is írtak a botrányról. Az újságok azt külön kiemelik, hogy Szájer annak a Fidesznek a tagja, amelyik a meleg jogok tekintetében a legkevésbé toleráns európai pártok közé tartozik. Mandátuma és Fidesz tagsága után soproni díszpolgári címéről is lemondott Szájer József. Bár Szájer korán távozott Sopronból, nem hagyta ott teljesen a régiót. Neki köszönheti például a Fidesz az egyik, hanem a legbefolyásosabb regionális szereplőjét. Azt a háttérembert, aki bár a többi fideszes képviselőnél jelentősen kevesebbet szerepel, helyben nincs olyan, aki ne ismerné a nevét. Nagyon pontosan tudjuk, hogy ő a Fideszen belül egyfajta regionális olyan vezető, akinek nagyon komoly a befolyása. Dr. Molnár Ágnes a városban egy elismert gyermekorvos volt, férje pedig a határőrségnél volt orvos, és Szájer kivonult kópházára. Ráfogták, hogy kópházi, pedig nem kópházi volt. Egy új Fideszt épített a korábbi alapítókhoz képest, és olyannyira egymásra találtak, hogy Szájer Józsefnek a személyi titkára volt éveken keresztül Dr. Molnár Ágnes. Nagyon hamar, a 90-es évek közepétől nagyon komoly szerepet játszott abban, hogy aztán a helyi Fidesz nagyon megerősödjön, tehát az egész szervezet építésében. Molnár 2002-ben a Fidesz polgármester jelöltje is volt, de nem nyert. És onnétól kezdve kőkeményen építette a Fidesz, de valami elképesztő nagy munkabírással, következetességgel. Közben pedig férjével együtt vállalkozott is. Együtt vitték az Arkusz éttermet, ami már évtizedek óta működik. Az Arkusz étterem néhány kilométerre található az osztrák határtól, és mellette most éppen egy elég fontos beruházás zajlik. Egy tény, hogy az a csomópont az ott épült meg nem messze az Arkusztól, egy lehajtóval együtt. Innétől kezdve mindenkinek a fantáziájára lehet bízni, hogy vajon az miért épült meg. És jutott nekik trafik is, az étterem mellett közvetlenül. Olyan forrásokhoz való jutást eredményez, aminek végeredménye az, hogy a gazdasági életük, a gazdasági szerepvállalásuk meg tudjon erősödni. Molnár 2006 óta országgyűlési képviselő. Antidemokratikus azért, mert semmifajta felhatalmazást önök erre nem kaptak. De volt politikai államtitkár, miniszterelnöki megbízott, főigazgató a Soproni Kórházban, pártelnöki koordinátor, valamint regionális politikai igazgató. Mindeközben férje is politikai pályára lépett. Ő jelenleg a város alpolgármestere. Gyakorlatilag minden olyan lényegi politikai döntés, ami arról szól, hogy a Fideszen belül milyen személyek és milyen támogatások hova jutnak, azt nagyjából ők hozzák meg. És nem csak az ellenzék mondja ezt. Olyas valaki is, aki korábban több évet lehúzott a Fideszben. Én egy egyetemi docens vagyok, és társadalomtudománnyal foglalkozom, és a társadalomtudomány határterületeivel. Meg kampányokkal. Meg, ha úgy van, akkor kampányokkal. Varga legutóbb az ellenzék polgármester jelöltjeként tűnt fel, a 2000-es évek közepén viszont még a fideszes polgármester jelölt Fodor Tamás kampányát vezette. Én azt láttam rajta, hogy egy jóságos nagypapa kinézetű robot,
Tehát, hogy egy nagyon-nagyon modoros viselkedésű ember, akinek van egy nagyon-nagyon szigorú etikai és politikai világról való elképzelése, nagyon kevéssé hajlandó mondjuk flexibilisnek lenni, de a nagypapa külső meg ezzel teljesen ellentétes volt, és én ezt egy nagyon izgalmas feladatnak láttam. Fodor Tamás ellenfele akkoriban Walter Dezső volt, akit ha kicsivel is, de sikerült legyőzni. Úgy egyeztünk meg, hogy amennyiben sikeres lesz a kampány, akkor leülünk és átbeszéljük, hogy mit gondolok én, hogy ez a munka mennyit ér, mit gondolnak ők, és ezt honorálni fogják utána. És ez is történt, amikor a nyertes kampány megvolt, utána leültünk egy szűk körrel, és akkor én azt mondtam, hogy én szeretnék belelátni ebbe az önkormányzati világba. Ez viszont nem tartott sokáig. Mivel egy familiárisi világról beszélünk Magyarországon, természetesen ennek a familiárisi világban vannak helytartói Sopronban is, és ezen helytartóknak az én tevékenységem, hogy önálló elképzeléseim vannak, más gondolok, mint ami a központi utasítása a Fidesznek, ezek érdeksérelmekkel jártak. Ki volt ez a helytartó? Kik voltak ezek a helytartók? Hát ugye Sopronban ez nyílt titok, hogy van egy házas pár, akik egyébként kiválóan kvalifikált emberek, Molnár Ágnes és Simon István. Molnár Ágnes nélkül nem is történhetett meg szinte semmi Sopronban. De azt is szeretném elmondani, mert így korrekt, és remélem ezt majd mindenki megbocsátja nekem, de minden párt ilyen hierarchizáltan működik. Tehát, hogy akármennyire furcsa, én most az ellenzék összefogás pártjait nézném meg, az ottani pártelnökök ugyanilyen hierarchizáltan működtetik a pártjaikat. Varga évekkel később már Walter Dezső kampányát segítette, nyerni viszont nem tudtak, ahogy később Varga sem. Sopronnak legalábbis a helyiek szerint nincsen fő oligarchája. Van viszont egy cég, ami egyértelműen kiemelkedik a többi közül, a Fész ZRT. Ez a társaság építette például legutóbb a soproni uszodát is, a VHB-val közösen. Az uszoda mellett parkolóházat is építenek 2,5 milliárd forintért, és a Lenk villa felújítását is ez a cég kapta meg. Édesapám ott volt hosszú ideig művezető, a Feltörépítő Szövetkezetnél, és ez hosszú ideig egyfajta minőség volt a szimbóluma ez a cég, tehát mondjuk akkoriban, amikor a paneleket építették, egy fertődi panel, az magasabb minőséget képviselt. Gyárt, tárol, szállít, szerel. Az utóbbi időben viszont ugye hát elneresedett a Fész is, ha szabad így mondani. Az kétségtelen, hogy ők építenek szinte mindent a városban, de feltételezhetően ők tudnak ajánlatot adni, és ők rendelkeznek azokkal a kapacitásokkal, ami nagy építkezések lebonyolításához szükséges. A fertőtavi beruházásokat mégsem ők nyerték. Hát nem, mert az egy egészen nagy beruházás, és a Mészáros Lőrincéknek is azért itt a régióban valamit kell csinálni. Sopron fertő térsége megállíthatatlanul fejlődik, és elindult hazánk egyik legnagyobb vidéki turisztikai beruházása, a Fertőpart fejlesztése is. Sopron megyei jogú város és kormány között még 2015-ben született meg az együttműködési megállapodás Modern Városok program keretében. A fejlesztés valamennyi környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi engedéllyel rendelkezik. Az építkezés körül a problémák mégis elkezdődtek. Tiltakoztak ellene a helyiek, az ellenzék, mindemellett pedig 20 ország 30 civil szervezete írt közös levelet a Fertőtó védelmében az UNESCO-nak, amely szintén a projekt azonnali felfüggesztését kérte. Ez 100%-ban csak és kizárólag adófizetői pénzből épül föl. Mindezt egy Natura 2000-es természetvédelmi területen, amely az UNESCO által védett örökség is. A Fertőtó 2001 óta világörökségi helyszín. Partjára szállodát, új közösségi tereket, strandot és kikötőket terveztek. Ide ekkora jachtkikötőt tervezni legalábbis csak csökkent értelmű medvebocsok szoktak. Folyamatos ellenzéki kritikákkal szemben ez nem egy szálloda projekt, hanem egy közösségi beruházás. Egyébként nagyon szépek a tervek, tehát akárhonnan is nézem, nagyon-nagyon grandiózus, szép tervek ezek. A célunk az, hogy egy valós közösségi tér alakuljon ki a Fertőparton, ahol az emberek jól tudják magukat érezni. Ennek érdekében pedig lebontották az ott lévő cölöpházakat is. A tulajdonosok tudta nélkül bontották az utolsó cölöpházakat a Fertőtavon. Állami gigaberuházás helyszíne a terület, a bontási költséget is fizetniük kell a tulajdonosoknak, akik viszont semmilyen kárpótlást nem kaptak az államtól, amikor szerződést bontottak velük. Nagyon-nagyon nehéz dolog megélni, mind érzelmileg, mind pedig anyagilag. Ezek állami területen lévő
bérlemények. Az idő eljárt fölöttük. Ügyfeleimmel azért jöttünk a mai napon, hogy egyeztessünk arról, hogy a cölöpházak lebontására ne kerüljön mindaddig sor, ameddig jogerős bírósági ítélet meg nem állapítja, hogy a felmondáshoz jogszerű volt vagy jogszerűtlen. Hát nézze, azt tudom mondani, hogy ez alapvetően politikai támadásként kezelem. Az összes engedélyünk jogerős és mind rendelkezésre áll. Kérem, hagyják abba az osztrák érdekek előtérbe helyezését. Ez itt Magyarország. Nincsenek kapcsolataink osztrák ügyvezeti érdekekkel, zöldekkel, zöld civil szervezetekkel, igen. Egy olyan civil csoportosulásra hivatkoznak, amelynek a jobbikos Brenner Koloman az alapítója, és amely csoport élén Brenner Kolomannal kizárólag osztrák érdekeket képviselve egy magyar fejlesztést támad minden létező fórumon. Az én fórumom volt az, ahol ezt az összes embert először leültettek, és azt mondjuk, hogy nincs információ, nem adnak ki információt, de tudjuk, hogy valami nagyon-nagyon rossz dolog készül. A Fertőpart magyarországi része az rendkívül lerongyolódott, elavult, mindenféleképpen felújításra szorult, tehát nekem a fejlesztés részével nincs problémám, nekem két problémám van, a mértékével, illetve a párbeszéd hiányával. A jó hír talán az, hogy most mintha leállt volna az egész beruházás. Nem úgy a kampány, ami még csak most indul. És bár Brendernek sok esélye nincs, ő azért pozitívan áll hozzá a kérdéshez. Nincsenek vesztes mérkőzések, csak ahol nem fut ki az ember sporthasonlattal élve. Én abban bízom, hogy egy nagyon csomó olyan a politikai iránt kevéssé érdeklődő, vagy mondjuk majd csak a választások közelettével érdeklődő ember azt mondja, hogy na várjunk csak, de most ugye itt most egy érdekes új szituáció van, hogy az a kérdés, hogy Brenner vagy Barca? Brenner vagy Barca? Másik pedig, hogy ugye a választási rendszer a győztes kompenzáció miatt egy olyan rendszer, ahol az ellenzék győzelemhez nem csak az kell, hogy nagyon sok helyen győzzön az együttműködő ellenzéki pártok hatosa, hanem az is kell, hogy mondjuk egy olyan körzetben is, mint Sopron, és tegyük fel, hogy mégsem nyerek. De nem mindegy, hogy mekkora különbség van az első és a második helyzet között, ugye, a győztes kompenzáció miatt, hiszen ez a különbség ugye megy fel a győztes párt listájára. Brenner ellenfele valószínűleg Barca Attila lesz. Megígértük, megcsináljuk, és meg sem állunk. Ő a polgármester Farkas Cipriánnal együtt a Fidesz új generációját képviseli. Azt gondolom, a gondos gazda szeme hízlalja a jószágot, és én most elindulok, rápillantok ezekre a fejlesztésekre. Barca az országgyűlésben a Turizmus Albizottság tagja. Farkas hentes végzettségű, estin érettségizett, majd jogi diplomát szerzett. Dolgozott újságíróként a Magyar Nemzetnél. Arra külön büszke vagyok, hogy az egykori Magyar Nemzet csapatában még a parlamenti tudósító körébe is beengedtek. És egy ponton pedig úgy döntött, belép a Fideszbe. Pontosan lehetett tudni már évekkel korábban, hogy ez a két fiatal embernek ezt a feladatot szánták. Ha jól figyeltem, megtörtént egy generációváltás, azt hiszem. Tehát én ezt egy politikai szempontból nagyon racionális döntésének tartom a helyi Fidesznek. Barca Attila a 2018-as választásokon csaknem 55%-kal nyert, a külön induló ellenzéki pártok összeadva sem közelítették meg ezt az eredményt. Brenner Koloman akkor 18%-ot szerzett. És hogy Sopron miért ennyire nehéz terep az ellenzéknek? A polgári Magyarország eszméje az ott Sopronban és környékén valóban egy hívószó. És azt gondolom, hogy ebből táplálkozik valahol a mai napig a Fidesz támogatottsága. Több ezeren naponta kijárnak Ausztriába dolgozni, és az ausztriai bérekből itt Magyarországon élnek. Ez nyilván azt is jelenti, hogy nem érzik azokat a magyarországi problémákat feltétlenül, amivel az itt élők, az itt dolgozók nap mint nap találkoznak. Sopron ilyen értelemben, és a Sopron környéke is egy nagyon konzervatív beállítottságú hely, ahol baloldali szemlélettel nem nagyon lehet nyerni. És ez a markáns megnyilvánulás, ami egy baloldal ellenes megnyilvánulás, ez Sopronba és környékén én 30 éve töretlenül tart. Most is.